Csernobil. Az élet árnyékában.2005 nyarán egy 33 fős magyar csoport indult a Budapesttől 1300 kilométerre található erőműhöz. Az ő útjukat követjük nyomon a következő 23 percben. Miközben a buszon zögykölődünk a viharvert ukrán utakon, idejében jegyezzük meg, Csernobilt az elmúlt csak nem két évtizedben számtalan esetben keresték fel külföldi szakemberek, kutatók. Ám a Magyar Nukleáris Társaság szervezésében odalátogató csapat az első a világon, amely a közelgő 20. évforduló alkalmából a nagy közönség számára is nyilvánossá teszi az expedíció minden mozzanatát. A cél tapasztalatszerzés az erőműről, a környezetéről és a szarkofág állapotáról, tudományos mérések végzése, valamint mindezek hiteles dokumentálása. A szakemberekkel együtt így hamarosan mi is bepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé, összehasonlító vizsgálatokat is végezhetünk, és amit a fárasztó út elején maguk az expedíció tagjai sem gondoltak, egy picit szociológussá is válunk mindannyian. A csernobili atomerőmű vidékére ugyanis nem lehet úgy elmenni, hogy az ott élőkkel ne álljon szóba az idegen, és valljuk be, ne méricskélje végig őket. Ne gondoljon arra, nekik mit jelent a félelem, vagy éppen hogyan élnek, miből lesz az élelem. Csernobilhoz mondhatni minden út Kijeven az ország fővárosán keresztül vezet. A szovjet utódköztársaság metropoliszában található a világ egyik legnagyobb ipari katasztrófájának emléket állító múzeum. Sokkoló múltidézés egy nagyon is jelenkori eseményről. A csernobili atomerőműről kevesen tudják, hogy ez a típus plutónium termelésre is alkalmas volt. Azonban mire a 70-es évek közepére felépült, a szovjet birodalomnak nem volt szüksége több plutóniumra a fegyverprogramjához. Így Csernobil a kezdettől a végzetéig áramot termelt. Nézzétek figyelmesen a katonák mosolygó arcát. Akkor 1986-ban kigondolta volna, hogy egy-egy perc sorsdöntő lehet. Van, akinek ráment az egészsége. Van, akinek néhány év alatt az élete is. A katonákon ólomruha, ólomkötény van. 1986. április 25-én hajnalban kezdődtek az előkészületek a 4-es blokkban, ahhoz a kísérlethez, amely 24 órával később végzetesnek bizonyult. Gyakorlatilag úgy is fogalmazhatunk, emberi mulasztások láncolata indította be azt a láncreakciót, amely 26-án nem sokkal éjfél után nukleáris katasztrófához vezetett. Az ok? A technológiáját tekintve korszerűtlen, súlyos konstrukciós hibákat is tartalmazó erőműben kísérletet hajtottak végre. A cél? Megoldást találni arra, hogy egy vészleállás esetén is biztosítható legyen néhány létfontosságú szivattyú áramellátása arra a körülbelül egy percre, amíg a dízelgenerátorok el nem indulnak. Csak hogy a saját okulásukból az egész világnak szóló tanulság lett. Az öngerjesztő folyamatok hatására a reaktor kb. 7-8%-os teljesítményről a névleges teljesítmény százszorosára, tehát 10.000%-os teljesítményre ugrott fel nagyon rövid idő alatt. A nagy teljesítményugrás hatására a hűtőcsatornákban nagyon rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű gőz keletkezett. Ez a gőz felhasította, felrobbantotta gyakorlatilag ezeket a hűtőcsatornákat. A hűtővíz a csatornákból közvetlenül a forró grafitra áramlott. Ebben a folyamatban a víz grafit reakcióban nagy mennyiségű hidrogén keletkezett. Ez a hidrogén a gőzrobbanás után kb. 2 másodperccel egy újabb, még nagyobb robbanást hozott létre, és ebben
ebben a két nagy robbanásban, tehát az első gőz és a második hidrogén robbanásban akkora energia szabadult fel, ami az egész reaktort szétvetette. A robbanás következtében a reaktor fedele mintegy 50 méteres magasságba emelkedett. A reaktorcsarnok födémének ütközött, és onnan zuhant vissza. Ha a mulasztás elképesztő, a helyreállítás hősiessége felfoghatatlan. Bár Csernobil városneve az ismert, Slavutics nevét is érdemes megjegyeznünk, legalább két okból. Egyrészt a település a baleset után kiürített Pripyat város lakóinak épült 8 szovjet tagköztársaság összefogásával. Másrészt Slavutics kellemes kisváros, sok fiatallal, pezsgő élettel. Mint kiderült, ott jártunkkor éppen a városi napokat tartják. A szállását elfoglaló expedíció tagjai így aztán egy újabb ponttal gyarapították az amúgy is feszített programjukat. Tehát ezen a szovjet hatóságok által szolgáltatott térképen jól látható, hogy hol vagyunk most tulajdonképpen. Slavutics a helyiség neve, és itt látszik, hogy a szennyezettség zóna, a 30 kilométeres zóna határát ez a szakadott vonal jelzi. Az erőmű tulajdonképpen Pripyat város közelében van, és mi ettől körülbelül 50 kilométerre vagyunk most. Mérés előtt felmérés. Az itt járó expedíciók, így a miénk is, elsőként az erőmű és a szarkofág megtekintését tűzték ki célul. Tán említenünk sem kell, hogy a lezárt zónába nem könnyű eljutni. Engedély és kísérő nélkül senki sem teheti be a lábát a területre, ami, lássuk be, érthető is. A meglepetést inkább az szolgáltatja, amikor kiderül, hogy Ukrajnából az ukrán Csernobilba fehér Oroszországon át vezet az út. Ez Csernobil, a lezárt zóna fővárosa. Két határátkelő és néhány ellenőrző pont után elhagyatott vidéken találjuk magunkat, ahol helyenként kísérteties csend fogadja az ide látogatót. Na igen, a harcsa az él, mint hal a vízben. Pontosabban a hűtőtó hullámaiban. Az erőmű végleg leállt. A világ megkönnyebbült, a munkások mehettek. Itt vagyunk a Csernobili atomerőmű egyes blokkjának a vezénylőtermében. Ez lényegében megegyezik a 4-es blokk vezénylőtermével, de azért vannak lényeges változások is. Ezt a blokkot 1977-ben helyezték üzembe, és 1996-ban állították le. Jelenleg is bent vannak még az üzemanyagkazetták, a biztonságvédelmi rudak közül néhány még fent van, tehát hogyha bármi probléma közben jön, akkor azokkal le lehet állítani. A vezénylőteremben, valljuk be, nem éri nagy meglepetés a csapatot. A 60-as, 70-es évek díszlete fogad minket, régi módi kapcsolók, ódivatú kijelzők, na és némi cigarettafüst. A reaktoroperátor készségesen válaszol az expedíció tagjainak kérdéseire. Most alapvetően ellenőrzéseket, vizsgálatokat végzünk, amelyek a szabályzó és biztonságvédelmi rendszerekhez kapcsolódnak. Én nem túl régóta dolgozom itt, így személyesen azok közül, az emberek közül, akik akkor a blokkon dolgoztak, nem ismerek senkit. Egyszerűen, amikor a baleset bekövetkezett, én még iskolába jártam. A Csernobili reaktor egykori gépház termében vagyunk. Ebben a gépház teremben 8 turbinát helyeztek ki el, összesen 4 reaktor egységnek a kiszolgálására. Blokkonként 2-2 turbina szolgálta a reaktorok számára. Ebből most jelenleg 6-ot látunk ebben a turbinacsarnokban. A maradék 2 a 4-es blokkhoz tartozó turbinák a szarkofág részei. A
vezérlőterem és a turbinacsarnok után már mindenki a szarkofágra kíváncsi. A reaktorcsarnok fölé emelt építmény mintegy 4 hónap alatt nem kevesebb, mint 90 ezer ember áldozatos rohammunkájával épült fel mostoha körülmények között. Az előttünk magasodó falak mögött van ma is a sérült 4-es blokk megolvadt üzemanyaga. Ráadásul, ahogy ezt a makett is mutatja, össze-vissza, hiszen a robbanást követően ennek rendberakására nem volt sem idő, sem lehetőség. Mivel az építkezésre behajtó járművek erősen elszennyeződtek a blokk környékén, a betont egy külön átrakóhelyen töltötték át a tiszta járművekről a szennyezettekre. A legszennyezettebbeket eltemették a lezárt zónán belül, de sokat még mindig Rosoch település közelében, egy roncstelepen tárolnak. Az elavult erőmű fölött a technika legújabb csodája áll hamarosan. Az erőmű vezetése az expedíció tagjainak is megmutatta, milyen szarkofágot emelnek a mostani fölé. A 150 méter magas, 246 méter fesztávú, íves vasszerkezetet a jelenlegi szarkofág mellett építik föl, majd vasbetonpályán eltolják a jelenlegi fölé. Az új szarkofágban Európa legnagyobb híddarúját építik fel, amelynek segítségével a veszélyesen instabil falakat és szerkezeti elemeket majd el tudják bontani. Ez pedig már Csernobil város. Itt a dózis teljesítmény ugyanakkora, mint Budapesten az elinduláskor. Ugyan a város a lezárt zónában fekszik, jelenleg is lakott. Sőt, a lezárt terület nem ajánlott részére is visszaköltöztek néhányan, főként idős emberek. Utolsó állomásunk Pripyat főtere, amelyet a város lakói 1986. április 27-én elhagytak, amikor megszületett a döntés a település evakuálásáról. A balesetig ez volt Ukrajna egyik legszebb városa. Több mint 50 ezer ember élt itt, gyerekek, fiatalasszonyok, csodálatos város volt. Május 1-én akarták megnyitni a stadiont. Május 1-ére építették a Vidám parkot is. Pripyat valósággal sugározza magából a félelmet, a keserűséget és a radioaktivitást is, mint azt a helyszínen végzett mérések is bizonyítják. Szerencsére a szerencsétlenségben a szélirány kedvező volt a város lakosai számára. Abban az időben sikerült a város lakosait evakuálni, így az 50 ezer ember élete megmaradt. Az evakuálást követően megnövekedett a felületi szennyezettség, aminek a jeleit most is láthatjuk. Egy univerzális sugárzás monitorral érzékelhető a sugárzás, a béta és a gamma sugárzás. Jelenleg cézium 137 szennyezettséget tapasztalunk. Ha hanggal is akarjuk érzékeltetni a sugárzás intenzitását, akkor ezt egy... De a természet lassan visszahódítja a területeket. Az omladozó falakon burjánzik a növényzet, lassan benövi az utakat és az épületeket is. A térkép világosan kijelölte a csapás irányt az expedíció részére, amely összehasonlító mérések végzésére és környezeti mintavételre egyaránt engedélyt kapott a Nemzetközi Csernobil Központtól. Miközben előkészülünk, vessünk egy pillantást erre a szerkezetre, amit úgy hívnak doziméter, és a sugárzás nagyságát mutatja. Viselése minden csapattag számára kötelező volt.
Most dózis teljesítményüzemmódba használjuk, hogyha a területen valahol esetleg nagyobb dózis teljesítmény van, akkor a műszer automatikusan riasztja viselőjét hangjelzéssel, hogy ezen a területen lehetőleg ne tartózkodjon túl hosszú ideig, igyekezzen a munkáját minél gyorsabban befejezni és más helyre menni. Nos, a hely, az expedíció egyik legfontosabb állomása, egy ránézésre semmi rendkívülit nem mutató földdarab az erőműtől 20 kilométerre délre. Ez a terület arról nevezetes, hogy rendszeresen ide járnak vissza a tudósok, hogy méréseket végezzenek. Az eddig egységes expedíciós csapat az engedély megadását követően villámgyorsan 6 mérőcsoportra oszlik. Kameránk elsőként az ökológiai mintavételt végző csoporthoz ér. Mint megtudjuk, a szakemberek elsősorban a Magyarországon is ismert indikátor növényekre vadásznak, mivel így a szennyezettség összehasonlítására odahaza is lehetőség nyílik. Ezeknek a bioindikátoroknak a jellegzetessége az, hogy hosszú ideig integrálisan gyűjtik és beépítik szervezetükbe az őket ért radioaktív szennyezést. A vizsgálatok szempontjából az egyik leghasznosabb növény a moha, mivel a légkörből táplálkozik, és az esőből vagy levegőből felvett radioaktivitást felhalmozza. Néhány méterrel arrébb pedig egy darázs akadt horogra, pontosabban lepkehálóba. Az élőlényeket vizsgáló szakemberek gondosan elhelyezik a többi rovar közé, mi pedig a talajmintavételi csoport felé indulunk. Tehát ez a talajmagmintavevő szerszámunk, ez egy rózsamentes acélcső, aminek ide a belsőjébe kerül majd a talajminta, amikor lenyomom a földbe, akkor ez a dugottyú hátra csúszik, de bekerül a csőbe a talajminta, és amikor kihúztam, akkor ebbe a védőcsőbe fogjuk beletolni majd a magmintát. Nem hull el a virág, nem iramlik el az élet. A nagy dózis hatások ellenére él és virágzik a természet. Az akkreditált mérőhely elhagyását követően korán sem ért véget az expedíció útja. Ekkor következett ugyanis a leginkább várt gyakorlat, a Vöröserdő feltérképezése, mely az erőműtől néhány kilométerre nyugatra található. Nem értek különösebben félelmet, inkább izgatott vagyok, kíváncsi. Miközben Judit felhúzza magára a védőruhát, röviden érdemes bemutatni a Vörös erdőt is, mely a baleset első számú természeti vesztesének számít. A robbanás után ebbe az irányba haladt a kibocsátás fő csóvája. A növényzet gyakorlatilag teljesen kipusztult. Éppen ezért a helyreállítási munkák során friss, tiszta talajt hordtak ide. A természet napjainkra teljesen regenerálódott. Él és virul. Szembeötlő a biológiai sokszínűség. De az erdőben még ma is csak rövid ideig javasolt a tartózkodás. Korlátozott az az idő, amit itt benne lehet tölteni, maximum 1 vagy 2 óra az, ami most összejöhet itt nekünk. A felöltözött csoport másfél órás mintagyűjtését nézve képzeljük el, mi lehetett itt a nukleáris katasztrófát követő órákban. Jelenleg a dózis teljesítmény 50 mikroszívert per óra, ami a 20 évvel ezelőtti szintnek mindössze 20 ezred része. Itt lehet látni a szarkofágnak a tetejét, tehát amikor este elkezdődött az éjszaka az égés, akkor olyan szélviszonyok voltak, hogy az erdő felé, a vörös erdő felé fújt, akkor elegendő volt 1 óra eltöltése ebben az erdőben a halálos dózishoz. A háborítatlan, igaz csak mostanság háborítatlan természetben tett látogatásunk végén, az expedíció tagjai bemutatják, hogyan kell biztonságosan elhagyni a helyszínt. Ehhez a ruhák szakszerű levételére van szükség. Na és a cipőtalpak alapos átvizsgálása kell ahhoz, hogy az egész napos mintavétel után megfáradt csapat az őt szállító buszra felszállhasson.
And all the paths were overgrown. Irigylésre méltó épület, jegyezték meg a magyar kollégák másnap a Nemzetközi Csernobil Központ bejáratánál. Az expedíció ide küldte be az összegyűjtött mérési mintákat. Természetesen az eredmények jó részét csak hetekkel később kapták kézhez, ám van néhány olyan mérési eredmény, amely hamarosan elkészül. Addig is van egy napunk szétnézni Slavodicsban, amely a környék legnagyobb városa. Az itt élők zöme korábban Pripyatyban, a némaságra ítélt városban élt. A helyiek, bár elsőre méregetik az erre járót, összességében nyílt, közlékeny embereknek számítanak. Körülbelül 50-en, többségükben tűzoltók vesztették életüket a mentési munkálatok során. Emléküket Slavodicsban ma is őrzik. A balesetet követően a lakosság körében 4000 gyereknél diagnosztizáltak pajzsmirigy rákot. Szerencsés módon ez a betegség korai diagnózis esetén jól gyógyítható. Közülük 2004 végéig 9 fő halt meg. Az elhárításban résztvevő 200 000 likvidátor és a kitelepített vagy a ma is szennyezett területen élő lakosok közül statisztikai alapon összesen 4000 fő halála várható a balesetet követő 70 év alatt. Fiatal ez a város, szeretek itt élni, a lányok is szuperek. Pripyatyban születtem, Slavodicsban élek a város születése óta. A mi városunk nagyon szép város. Sok mindent lehet itt csinálni, sok a szórakozási lehetőség is. A sugárzás miatt egyáltalán nem aggódunk. Úgyhogy a városunk élni fog, és élni fogunk mi is. Slavodics egy kisváros nagy lehetőségekkel. Ha azt kérdezik, el akarnék-e költözni innen, a válaszom nem. Észrevehették, milyen szép itt a környezet, szeretek itt élni. Pripyaty, a halott város, Slavodics néven tovább él. Térjünk vissza a Csernobil központhoz. Külföldi adományokból és ukrán kormányzati forrásokból fenntartott épületben kerültek górcső alá a magyarok által gyűjtött minták. Mindenekelőtt egy gyors leltár. Az iszap, talaj, víz és fű minták mellett sikerült szarvas és nyúl ürüléket is gyűjtenünk a Vöröserdőben. Ezek gamma spektroszkópiás elemzése érdekes eredményre vezetett. Néhány fű mintában és a szarvas ürülékben több száz kilobekerel per kilogramm volt a cézium aktivitása. Az első ránézésre az állapítható meg, hogy ahogy számítottunk rá, cézium 137 dominál ebben a környezetben, de mind a mai napig megmaradt a cézium 134, ami a kezdetekben, az első kiúlásban összemérhető mennyiségben volt a cézium 137-tel. A növény- és talajmintákban a cézium mellett jól mérhető az americium 241-es és a kobalt 60-as izotópja is. Az erősen szennyezett területeken még ma is jelentős mennyiségű radioizotóp található a táplálékláncban, de ennek semmilyen az élővilágra gyakorolt genetikai hatását nem lehetett kimutatni. A látogatást követően már csak egyetlen feladat maradt, a szakmai következtetések levonása. A 20 évvel ezelőtti baleset hatása az erőmű 30 kilométeres környezetében ma is mérhető, de a radioaktivitás szintje mára a legtöbb helyen jól kezelhető. A csernobili erőmű körül a lezárt zóna fenntartása hosszú távon is indokolt.
A lezárt zónában nagyon szép, zavartalan környezet alakult ki, amelyben a biodiverzitás nagyobb, mint az ember által intenzíven használt területeken. A magyar expedíció sikeresen teljesítette kitűzött feladatát, a környezeti és dozimetriai méréseket, valamint a biológiai és a földmintavételt. Az expedíció során végig szem előtt tartottuk a résztvevő külső és belső sugárterhelésének ellenőrzését. Ennek érdekében minden résztvevő az utazás előtt és azt követően egész testszámláláson vett részt, és a teljes út során dózismérő készüléket viselt, általában többet is. És végül, de nem utolsó sorban, a családtagok és a pánikkeltésre hajlamos bulvár sajtó kedvéért szögezzük le, számottevő többletdózist a csoport egyik tagja sem kapott. A lezárt zónában töltött napok alatt a résztvevőket körülbelül akkora hatás érte, mint amekkora egy mellkasröntgen, vagy egy 10 órás repülőút átlagos dózisa.